A Mandinernek több programja, műsora, podcast sorozata van. Felvetődött a munkatársakban, hogy jó lenne elvinni ezeket a beszélgetéseket egyes helyszínekre. Így indult el a média és hírszolgáltató roadshowja, amelynek első állomása Székesfehérvár volt. Elmúlt fél évben, az elmúlt hónapokban voltak már ezzel kapcsolatban kísérletezések Budapesten, és azt láttuk, hogy az emberek rezonálnak rá, érdekli őket, szeretnének élőben találkozni a vendégeinkkel. Kialakult egy olyan közösség, akik szívesen nézik meg ezeket a műsorokat. Visszatérő vendégek, ugye a YouTube csatornánkon szívesen hallgatják meg ugyanazokat a vendégeket. Nyilván a Harsternek egy kötött formátuma van, Robert C. Kastel, Bendorsevszky Anton és én hárman beszélgetünk minden egyes héten. A Matthias Corvinus Kollégium Székesfehérvári központjában Póca István többek között az atomfegyverkezésről, az ukrajnai és a közel-keleti háborúkról beszélgetett a két biztonságpolitikai szakértővel. Látjuk azt, hogy Izrael hét különböző fronton harcol, a gázai front csak az egyik front, erről beszélnek a legtöbbet, ott van még a libanoni front, ott van a szíriai, Irakból támadják Izraelt, a huszik fenyegetőztek avval, hogy kiterjesztik a támadásaikat a földközi tenger keleti részére, Iránból volt ez a 300 valahány rakétával és drónokkal végrehajtott támadás, tehát unalmas nem lesz, abban biztosak lehetünk. Bendorsevszky Anton elmondta, az idei év várhatóan nem fog nagy változásokat hozni Ukrajnát tekintve. Oroszország számára a mostani időszakban kínálkozó lehetőség mutatkozik. Nyugaton választások várhatók, Európai Unióban parlamenti választásokat tartanak, az Egyesült Államokon választásokat, elnökválasztásokat tartanak, tehát ilyen szempontból a nyugati politikát nagyon meghatározza a választási kampány, Ukrajnában pedig átmenetileg lőszerhiány tapasztalható, problémák vannak a lőszerellátása, utánpótlása, és ezt a helyzetet valószínűleg Vlagyimir Putyin megpróbálja kihasználni, és könnyen lehet, hogy a következő időszakban újabb, nagyobb orosz támadásokat fogunk látni. A szakértő hozzátette a tét, hogy Ukrajna képes lesz-e megvédeni a megmaradt területeit. Ha igen, akkor arról lehet beszélni, hogy a háború másfél-két éve statikus állapotba került. Ha sikerül az orosz áttörés, akkor viszont egy újabb helyzet adódik.